Csizmadia őrszálloda igazgatóval állunk itt a szálloda bejáratánál, de most nem a szálloda és nem a kastély a lényeg, hanem a háttér, a magtár, ami felújításra vár. Pontosan, pontosan. Értékmentés. Értékmentés a kulcs szó. Amikor a kastély a cégünkhöz került, mondhatjuk, hogy csomagban a magtárat is magunkhoz adtuk, és azzal a céllal, hogy ennek is egy szép profilt és jövőt szánjunk. Mi nem más lenne, mint a környék termelőinek összegyűjtése, valamint vannak olyan álmaink is, hogy saját termékeket állítunk majd elő itt a környező farmok egyikén. Egy termelői piac, valamint a pékünknek egy otthon, egy pékség is helyet kap. Jó nagy pékségben. Óriás kifét fognak sütni. Hát azért egy pár négyzetméter, és mit lehet tudni magáról az épületről? Egy időben épülhettek, valószínűleg egymáshoz tartozhattak, tehát régen is a kastély céljait szolgálhatták ki? Bizonyára voltak ilyen profilok is a magtár életében, de sokkal korábban, legalább 100 évvel, ez a turai legendáriumban nem derül ki pontosan, hogy melyik évben lett átadva az épület, de hasonlóképpen szigorú műemlékvédelmi előírásoknak kell megfelelni a felújításnál, mint ahogy a kastélyon is tettük. Uh-huh. Úgyhogy nagyon kevés olyan magtár van ebben a méretben, ami az országon megmaradt, úgyhogy ez egyedülálló, ahogy a kastély esetében is a park és a ház ilyen jellegű megőrzése, értékmentése az mindenképpen kiemelendő. Van itt a part a kulcs csapatában is, ugye a stábunkban az a mondás és a szellemiségünkben, hogy a régi az új, tehát együtt jár és együtt él ez a kettő, akkor itt ez túrán elmondható, hogy nálatok is ez a koncepció létezik, és erre törekedtek. Igazából ez talán a fenntartható fejlődésnek is egy nagyon fontos része, hogy nem... Vagy a fenntartható lassulásé? Lassulás, igen. Itt, ahogy kilépünk Budapestről és elindulunk az M3-oson túra felé, így az idő is megáll, az embereknek időt szeretnénk adni, és az étkezéssel, a parkban, sétákkal és a nyugalmas környezettel is ez célunk, hogy igen. Van egy építészeti nívódíjas magtárfelújítás egyébként, hogy mennyire kell, és lehet itt van egy épület, egy fogadó épület itt a bejáratnál. Gondolhatunk egy ilyen modernista felfogású felújítás, hogy itt megköti a műemlékvédelem az ember kezét. Megkötött sajnos, szerencsére talán, és ezek az extra új épületek a parkban, csak ezeket a palás épületeket fogadja el a műemlékvédelem egy historikális épület mellett. Uh-huh. Tehát ez az egy ilyen kivétel, hogy így ez megbújik a park fái között, ez a koncepció. Arra is kitérnek a műemlékvédelembe, hogy milyen palákat tudunk felhasználni egy tetőfelújításnál. Itt a kastélyunk esetében ugyanabban a portugál bányából hozták ide, mint 1800-as évek végén. Tehát erre is kellett figyelnünk, vagy hát tudtunk rá figyelni, hogy hűek legyünk a gyökerekhez. Említettél felújítást, átalakítást, mit lehet erről tudni, mikor következett ez itt benálatok? A cégcsoportunk 2016-ban vette át az ingatlant, és egy 30 hónapos felújítás vette akkor kezdetét. Ez jelentette a kastély alászigetelését, egy ilyen teknő szigetelést, mert ilyen embermagasságig állt a pincében a víz, ahol korábban is a konyha volt, és most a konyha van, úgyhogy ez egy elég komoly munkálat volt, mondhatjuk. Ezt követte a teljes külső-belső felújítás, valamint a belső építészeti kis finomságok. Amit mondhatunk az épületről, ami akkor is a filozófiája volt a háznak, hogy egy igen modern technológia volt felszerelve, akkor már itt volt villanyállammal világítás, volt központi fűtés, légkondicionáló lift a házban, sokkal a Buckingham Palace előtt, úgyhogy ez egy európai szinten is érdekes épület volt, és szerettük volna ezt a szellemiséget megőrizni a mai világban is, tehát a legmodernebb agy van a házban, ami a legközelebb a Heathrow repülőtéren van, ez a KNX rendszer, ami a befúvás, kiszívás, világítás, mindent szabályoz, és a lehető leghatékonyabb energiafelhasználás mellett, tehát igyekszünk minél zöldebbek lenni. Tehát, hogyha itt csorog a szám szerint a pörkölt le, akkor így nyújtja a szalvét. Abszolút, igen, erre is képes, tehát, hogyha beprogramozzuk majd. És amit itt láthattak a belső terekben is, hogy a modern dizájn és a klasszikus fúzió, igen, otthonosan tudott kiépülni. Tehát, ha a vendégeket kérdezzük, hogy miért szeretnek hozzánk járni, azért, mert inkább hazaérkeznek, mint egy kastélyba. Nincs az a recsegős parkettás naftalin szag, mint mondjuk sok néhány felmaradt kastély esetében. Úgyhogy ez egy otthon alakult itt. Egyetlen záró felvetés, hogyha a magtár felújítása megtörtént, akkor Justin Bieber itt fog bulizni megint? Nem tudom sem megcáfolni, sem megőrizni, hogy itt ilyen nevű híresség megfordult. Hogyha valamik vendégünk a jövőben szeretne bulizni a magtárban, akkor erre fogunk lehetőséget adni neki. Köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.